44. alkalommal zajlott tegnap, augusztus 20-án a debreceni virágkarnevál, ahol mintegy kuriózumként vonult fel a Szent Anna-tó legendáját bemutató virágkocsi. A Pikó Sándor képzőművész és Szabó Erzsébet dizájner által megálmodott és kivitelezett kompozíció azt a szövetséget is szimbolizálta, amely a székelyföldi legendárium csapata, a székelyudvarhelyi Vizusz Kulturális Egyesület és a sárándi alföldi legendárium klaszter között jött létre, és amelynek köszönhetően székelyföldi legenda elevenedett meg a magyarországi hagyományos virágkarneválon. A több mint 4 méter hosszú kocsin hungarocellből készített, több százezer száraz virág felhasználásával díszített bábok révén elevenedtek meg a legenda szereplői, a gonosz, ostor csattogtató várúr, a hintó elé befogott szüzek és a hattyúkká vált lányok. Pikó Sándor képzőművész még az előkészületek idején mondta, legendáinkat, azok mondani valóját, függetlenül attól, hogy a magyar nép otthonának mely területéről erednek, az egész világnak ismernie kell. Bárhol lenne ez a történet a világban, ez akkor is egy magyar történet. Ezt a történetet csak és kizárólag magyar nyelven és a magyar műveltséggel lehet megmagyarázni és értelmezni. Én ezt a világnak üzenem, hogy nagyon-nagyon komolyan kell venni ezeket a legendákat. Mert ez viszont az egész világnak szól, és hogyha mi ezt elmondjuk, akkor egy felemelő tevékenységet végzünk, és enélkül, a felemelő tevékenység nélkül nagyon-nagyon-nagyon nagy bajok lesznek a világban. A fesztiválon összesen 15 virágba borult szekér vonult fel kedden. A közönség egyöntetű véleményének eredményeként a 44. debreceni virágkarnevál nyertese a legendás virágkocsi lett, de nagy sikert aratott a kocsit kísérő székelykeresztúri vadrózsák tánccsoport is. Az eseményen a székelyföldi legendárium csapata is jelen volt, Fazakas Szabolcs ötletgazdát ma telefonon érte utól a D3 hírek stábja. Nagyon sokat jelentett a legendárium számára, hiszen tényleg nem kis dolog. Most kezdjük igazán felfogni másnap, hogy mi történt a tegnap. Hogy itt volt 15 virágkocsi, és azért itt multiknak a díszletei is voltak, és mégis magyar témával kapcsolatos legenda nyert. Az alföldi legendárium a való közös együttműködésnek ez a gyümölcse, hiszen ugye elindult itt is a legendárium, és magát a kocsinak a kivitelezését, a költségeit azt a debreceniek állták. De az, hogy mi hoztuk a témát, és ők hozták a tudásokat, ez azért már megmutatta azt, hogy igenis összefogva sok mindent el lehet írni. A tervek szerint a virágkocsi hamarosan Nagyváradon, majd Székelyudvarhelyen is felvonul, mint egy előfutáraként a székelyföldi legendárium karneválnak. Korábban ugyanis azt mondták Fazakasék, hogy jövőben szeretnék egy hasonló rendezvénnyel bővíteni a legendárium most történetet.